kedves vendégeim, kedves gyerekek, kollégáim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit idei utolsó karácsonyi rendezvényünkön. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy eljöttek, és velünk együtt ünneplünk itt ezen a színpadon. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm mai rendezvényünkön Czibere Béla polgármester urat, dr. Gál György jegyző urat, Tompa Tiborné közművelődési főtanácsadót, Németi Katalint a Városi Könyvtár és Közművelődési Intézményben, Szentpéteri Néz Eller Edith vezető főtanácsadót. Köszöntöm nyugalmazott kollégáimat, Urai Lászlóné igazgatóhelyet, Mátyás Sándorné tanítónéninket, és köszöntöm Katika nénit, Fekete Jüvénit, aki a szívei jöjjött hozzánk, és megnéz bennünket. Remélem, hogy tetszeni fog, amit itt lát a színpadon. Köszöntöm a szülőket, bocsánat őket, ki ne hagyjam, mert nagyon nagy szerepük van abban, hogy ez a műsor így a színpadra kerülhetett. Minden évben a negyedik osztályosok készülnek erre a műsorra, az idén is így történt, hetek óta készülnek díszlettel, hanggal, tánccal, jelenettel. Arra kérem önöket, hogy hallgassák szeretettel. Azonban mielőtt elkezdenénk, van egy fontos feladatom, egy üdvözletet, egy elnöki üdvözletet szeretnék felolvasni karácsony alkalmából. Nekünk baptista iskolában dolgozóknak és tanulóknak egy nagyon fontos ember írt üzenetet, hogy ki ő, a végén fogom elmondani. Kedves diákok, szülők, pedagógusok! Csupán néhány nap, és eljönnek az ünnepi pillanatok. Érkezésük nem sokakat lephet meg, hiszen az advent, a várakozás, a felkészülés jegyében telik. Beszerezzük a fenyőfát, előszedjük a díszeket, megtervezzük az ünnepi menüt, titokban hazacsempészünk ajándékainkat, készítjük a szívünket, ünnepővel öltözünk, aztán meglátogatjuk szeretteinket. Mert tudjuk, hogy az ünnep idén is beköszönt majd. 2000 éve Betlehemben még nem volt kitaposott útja az ünnepnek. Bár a megváltó születését évszázadok óta várták, csak kevesen ismerték fel, hogy az idő beteljesedett, így csupán alig néhányan lehettek tanulni a világmindenség legfontosabb születésének. Az angyal beszélt róla Máriának és Józsefnek. A napkeleti bölcsek a csillagot követve jutottak el Jézushoz. A pásztorok pedig az üdvözítő születéséről szóló angyali híradásra így reagáltak. Menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről nekünk az Úr beszélt. Sietve haladtak a Szentírás szerint, és nem félútig, hanem azzal az elhatározással, hogy egészen Betlehemig mennek. Nem bizonytalanodtak el, nem beszélték le egymást, és nem adták fel félúton, hanem eljutottak egészen Betlehemig. Olyan sok mindenbe belekezdtünk, annyi félbehagyott munka, kiteljesítetlen terv, cél és álom sorjázik a múltban. Annyi elvetélt kapcsolatot, hozzánk méltatlan gondolatot, félresodródott életet látunk magunk körül, pedig a tévedések, az első eredménytelenségek, a fáradt reggelek még nem jelentenek okot arra, hogy végleg lemondjunk arról a hívásról, amit a szívünk vagy a küldött diktál. A pásztorok nem adták fel, és amikor megérkeztek, mindent pontosan úgy találtak, ahogyan azt az angyal mondta. Pontosan ugyanúgy, mert az isteni hívásban nincsen tévedés. És újongva, örvendezve tértek vissza a hétköznapokba, mert maguk is hallhatták és láthatták mindazt, amiről az üzenet szólt. Egyetlen üzenet is értékes, talán most ez a karácsonyi üzenet is, de személyesen tapasztalni, hallani és látni, találkozni az üdvözítővel valami egészen más dimenzió. Olyan élmény, amit csak azok élnek át, akik nem csak hírből hallottak róla, akik nem csak félig mennek el, hanem egészen Betlehemig jutnak.
Karácsonykor évek óta a felszólítás visszhangzik bennem. Menjünk egészen Betlehemig. Tegyük meg most, járjunk utána, menjünk végig az úton. Legyen az ünnep, legyen az élet teljes vele. Áldott, békés karácsonyt, és áldott, teljes életet kívánok magam és szeretteim nevében. Szenszi Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke. Az ő gondolatai után én átadom a színpadot a negyedik osztályosoknak. Kérem, hallgassák szeretettel őket. Köszönöm. Tudod, ünnep lesz megint. Össze kéne jönni mind. Kicsit búcsúzunk megint. Kicsit változunk megint. Elfáradt egy másik év, ahogy adott, úgy tudott. Amit elvitt, itt sem volt. Ködbe rajzolt halványkép. Bárcsak az égiek vigyáznának ránk, hogy látni a lényeget, megtanulhatnánk. És bárcsak az égiek vezetnének úgy, hogy bárhová indulunk, vigyen tiszta út. Fúz már a csillag, a fákon a fényben, rezzen a bokros, lebben a szél. Hópje szállom, táncol légben, halkanosomba, itt van a tél. Hópje állom, szállj a földre, köszönjön újra az ég, égre emelje szemét az ember, emberről emberre áradjon a fény. Szellőrezdő csendben hópjéken látszik, az egész világból gyöngyfehérség látszik. Pillangó pihékkel fehéredik minden, ennél szebb varázslat egész évben nincsen. Harang szól valahol, megörül a télnek. Lámpa gyúr oltáron karácsonyi fénynek. Csengő szó csendíti hírét égi hírnek. Boldogság örömét jövő reményének. Az ünnep minden perc.
Akkor, hogy
akik a játékokat nézegették. Az egyik szomorú Anita volt. De jó lenne egy ilyen dobást kapni. Látod, milyen gyönyörű ruhája van? Olyan, mint egy tündér. Úgy látszik, nem élenik a olyan nagy becsomagolt dobozokat. Milyen jó azoknak, akik kapnak ajándékot karácsonykor. Gyere, menjünk! A hótündér elszaladott. Szóval mégiscsak igaza volt a hókirálynőnek, hogy a földön nem mindenki boldog. Vannak olyanok, akiknek nem jut karácsonyi ajándék. Ment a gyerekek után, hazáig követte őket. Házban mentek be, és náluk nem hatalmas fenyő volt feldíszítve, mint a többi házban, hanem néhány fenyőágacska volt egy vázában, és azon néhány papírdísz. Gyerekek gyertyát gyújtottak, és énekeltek. Kis karácsony, nagy karácsony, kis ültem már a kalácsom, ha kis sült már ide vére, ha tegyem meg melegé. Nagyon boldogok, és tudta, hogy örömet fog szerezni ezeknek a gyerekeknek. Ha nem megy vissza, amikor leáll a három nap, akkor örökre a földön marad, és egy hófehér ruhás babává válik. Pont olyannál, amilyenre a gyerekek álmodoztak. Már csak néhány perc volt, de nem mondta el a varázsigét. Bekopogott a házba. Hallottátok? Valaki kopogott. Ki lehet az? Majd én megnézem. Én is megyek. A gyerekek kiszaladtak, megnézni, hogy vajon kikopoghatott ilyenkor. Csodálkozva látták, hogy az ajtóban egy gyönyörű hófehér ruhás baba állt. Olyan, amilyet szerettek volna. A kis hótündérben pedig utoljára hókirályú szavai csendültek fel. Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodákban, mert teli van velük az élet. De ami a legfontosabb, higgy önmagadban, mert benne rejlik a legfontosabb. A hit, a remény, a szeretet, az örömény. Fényes, tiszta ünnep árad minden lélegből. Fénylő, mennyei ajándék, várunk téged élőj. Immár velünk leszel, gondunkat hűzzel, mindenki énekel, téged ünnep át, szent karácsony éjjel. Szent karácsony éjjel.
fényében ébredünk. Fényében.